Picnic Puzzle. Ha-hó, pokolyó! Ha-hó! Hová mész azzal a kosárral? Á, értem, Pátóval mész valahová. Á, itt van Eli is! Ha-hó, Eli! Tűha, van nála torta és piknik pokróc. Mi a csodát csináltok ezekkel? Piknikezünk! Piknikeztek? Hát persze, tudtam. Szendvicsek, nyami. Mindenkinek jut egy. Pátó nagyon éhes. Megmondjátok pokolyónak, Pátó mit szeretne enni? Szendvicset! Várj! Igen, Pátó, még nincs itt az evés ideje. Várnod kell egy kicsit. Mi a csuda? Hajjaj! Nézzétek! A látszat csal. Ezek a szendvicsek belerepültek a kezébe, és a harmadik meg a fa mögé futott. Ez az igazság. Mi? Nem én ettem meg. Higgyétek el, az a szendvics egyszerűen kereket oldott. Nem hisztek nekem, mi? Akkor kérdezzétek meg a barátainkat. Megmondjátok pokolyónak, hová ment a szendvics. Elszaladt, beszaladt a fa mögé! De tényleg, komolyan? Nem ők ették meg a szendvicset, pokolyó. Hinned kell nekünk. Ajaj. Eli, pokolyó, nem úgy történt, ahogy gondoljátok. Pátó nem szökött el a szendvicsekkel. Üldözi őket. Mi? Nem hisztek nekem. Kérlek, segítsetek, mondjátok meg Elinek és pokolyónak, hogy hol van Pátó. Mögöttetek! Mögöttetek van! Ajaj, félek, hogy pokolyó és Eli nem fog nekünk hinni, Pátó. A torta? Majd vigyázunk rá, amíg ti elmentek uzsonnáért. Semmi gond. Igen, szemmel tartjuk. Mi? Jaj, ne! Már megint! Ajaj! Eli, pokolyó... Nem mi ettük meg a tortát, hanem... Felmászott a fára. Hát ez nagyon rossz. Látjátok? Megmondtuk. Valami nem stimmel. Az étel nem szokott mászkálni. Mi ez? Nagyító? Jó ötlet. Nicsak, egy hangya. Megmondanátok pokolyónak, ki mozgatta az ételt mindvégig? A hangyák! A hangyák! Úgy bizony, ők vitték el az uzsonnát, a hangyák. Mit mondasz a hangyáknak, Pocoyo? Barátok. Valaki igazán elmagyarázhatná Patónak, hogy mi folyik itt. Látod? A hangyák voltak. Hangyák. A kis hangyák annyira erősek, hogy simán elbírják a náluk sokkal nagyobb dolgokat is. Éljenek az új barátok! És éljenek a piknikek! Pápá, nem sokára találkozunk! Piknik. Csoda szép napunk van. Ahó, gyerekek! Ahó! Hát ez meg micsoda? Piknik! Értem, szóval piknikezni fogtok. Nagyszerű. Mi van a kosárban? Szendvicsek. Tű, már is farkaséhes vagyok. Ez furcsa. Nézzétek! Valami nem stimmel. Pocoyo meséi. Ahó, Pocoyo! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pocoyo talált nektek egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy dinoszaurusz. Csodaszép volt az idő, sütött a nap. A dinoszaurusz éppen ezért elhatározta, hogy meglátogatja barátját, Hangya Heroldot. Ám esni kezdett az eső. A dinoszaurusz nagyon elszomorodott. Aztán hirtelen kisütött a nap. Aztán megint esni kezdett. Aztán megint kisütött a nap. Aztán megint esni kezdett. Napsütés, eső. A dinoszaurusz nagyon-nagyon-nagyon szomorú volt. Nagyon szomorú. Egyszer csak csöngettek. Herold volt az. Neki volt esernyője. Úgyhogy csaptak egy nagy bulit. Vége. Ezek nagyon huncut szendvicsek. Megmondanátok Patónak, hol vannak a szendvicsek? A kosárban! A kosárban vannak! Úgy bizony, a kosárban! Megmondanátok Ellinek, hol van a kosár? A fán! Fel van a fán! Ez aztán a furcsa piknik. Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk A piros! Keressetek valami pirosat! Valami pirosat. Lássuk, mit találtok. Jól van, hadd nézzem a képeiteket. Egy piros kocka, egy piros labda, egy piros virág. Jó, keressetek még piros dolgokat. Egy piros alma, pompás. Egy piros kis autó, nagyszerű. És ez, tudjátok mi ez? Polip! Polip, nagyon jó, ő is piros. Éljen a piros! Mi ez? Tudod, mi ez, Pocoyo? Hangya! Hangya! Eli, nézd! Tudod, mi ez? Hangya! Megmondanátok Pátónak, mi ez? Hangya! Ez egy hangya! Úgy bizony! Piknik! Értem! A hangyákat is meghívtak piknikezni. Remek! Énekeljünk! There's one sandwich in the basket and the basket in the tree. On a sunny day, on a cloudy day, my friends are dancing with me. Szendvics a kosárban. Kosár fenn a fán. Jó idő, rossz idő. Piknikezzünk együtt. Szendvics! Kosár! Fa! Hangya! There's one sandwich in the basket and the basket in the tree. On a sunny day, on a cloudy day, come to the picnic with me. Pocoyo! Eli, te a délutánja. Ó, nézzétek! Ha-hó mindenki! Ha-hó! És itt jön Eli! Ha-hó, Eli! Mi van nálad? Meghívunk? Tű, de izgalmas! Megmondanátok Pocoyónak és Pátónak, hogy mire kaptak meghívást Elitől? Te a délutánra! Úgy bizony! Te a délutánt rendez! Mi a baj? Nem szeretitek Eli te a délutánjait? Tessék, Pátó! Azt mondod, túl sok szabály van Eli te a délutánjain. Ezt így, ezt úgy, ezt így, ezt úgy. Ezt így, ezt úgy, így, ezt úgy. Áááá! Nem érek rá. Ahó! Utolsó lehetőség, fiúk. Nem akartok elmenni Eli te a délutánjára? Oh. Na jó, egy vendég azért mégiscsak lesz Elite a délutánján. Ó, nincs is jobb, mint egy csésze finom tea. Talán csak egy tál friss sütiteszt túl rajta. Nyam. Csodás illata van ennek a sütinek, igaz, szundi madárka. Megmondjátok Pocoyónak és Pátónak, hogy minek van ilyen mennyei illata. A sütinek! Eli sütiének! Úgy bizony. Fenséges. Na hát, még ilyet? Ez nem volt szép tőled. Mi ez? Úgy látom, Eli hoz még egy adag finom sütit. Bár csak elmentetek volna a tea délutánjára. Akkor most ti is ehetnétek belőle. Ha-ho! Eli és a babája azt mondja, csak akkor kaphattok a sütiből, ha felteszitek ezt a vicces kalapot. Eli és a babája azt mondja, először el kell énekelnetek a süti himnuszt. Eli sütije a legjobb, a legjobb. Úgy látszik, éneklés közben táncolnotok is kell. Eli sütije a legjobb, a legjobb, a legjobb. Ajaj, Eli tényleg szeret parancsolgatni. Lehet, hogy egy kicsit túlzásba vitted, Eli. Megmondjátok Pocoyónak, mi ez a csámcsogó hang? Eli! Eli! Eszi a saját sütijét! Pocoyo, mire készültök ti ketten? Tűz! Ajjaj! Figyelj csak, Pocoyo! Miért nem kérdezed meg udvariasan Elitől, hogy kaphatsz-e a sütijéből? Biztos, hogy adna. Sütit! Úgy látom, szomorúak, nem? Azt mondod, a barátaid fontosabbak, mint a szabályok? Nézzétek, mit hozott Eli! Hé, várjatok! Mit gondoltak Eli ad a finomságokból? Igen! Most már biztosan ehettek a finomságokból. Csodálatos! Éljen a jó szívűség! Éljenek a tea délutánok! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, pokolyó! Bulizzunk! Ó, ha-hó, pokolyó! Ha-hó! Mi az? Luffy! Tű, egy léggömb! Jaj, de szép! Ha-hó, Eli! Mi az? Egy torta. Fincsé. Ha-hó, Pátó, mi van nálad? Egy ajándék? Értem már! Csapni akartok egy nagy buli! Hurrá! Buli lesz! Tű, de izgalmas! Már alig várom! A Marsfivérek műsora. Tányér. Tányér, 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 tányér. Tányér! Ez egy tányér! Pohár. Pohár, 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 pohár. Pohár! Ez egy pohár! Gyertya. Polip segíteni akar. Megmondanátok Polipnak, mi van pokolyó kezében? Luffy! Egy Luffy! Úgy bizony, ez egy Luffy. Fújd! A Luffyt fel kell fújni, Polip. Jaj, de jó! Ügyes vagy, Polip! Ajjaj! Újabb lufik! Lássunk hozzá a lufi fújáshoz! Ajjaj! Tűha! Ebből baj lesz! Oda sem merek nézni! Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a sárga! Mindenki keressen valami sárgát! Gyerünk! Sárgát. Valami sárgát. Hadd nézzem a képeiteket. Egy gumikacsa. Egy citrom. És egy locsolókanna. Jó, keressetek még sárga dolgokat. Egy sárga virág. Pompás. Egy sárga busz. Nagyszerű. És ez? Tudjátok, mi ez? Valentina! Igen, ő is sárga. Éljen a sárga! Szegény Polip. Jól vagy, Polip? Megmondanátok Polipnak, hogy mi ez? Torta! Úgy bizony, ez egy torta. És mi van Patónál? Ajándék! Úgy bizony, ajándék! Meglepetés! Csű, szóval Polipnak rendezték a bulit. Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, Polip! Énekeljünk! Today we have a party, let's blow up some balloons. We have a cake with candles, we're ready to dance. Today we have a birthday, let's open all the presents, yeah. Luffy! Dora! Gerda! Let's blow up some balloons. We have a cake with candles. We're ready to dance. Today we have a birthday. Let's open all the presents. Elli piaca. Ahó, Elli, mit csinálsz? Találjam ki? Hűha! Vannak almáid, és narancsaid, és banánjaid. Értem már, piacost játszol, de jó! Igen, most már csak vásárlók kellenek a piacodra. A Marsfivérek műsora. Citrom. Citrom, 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 citrom. Ananász. Ananász, 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 ananász. Görög dinnye. Görög dinnye, 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 görög dinnye. Görög dinnye! Ez egy szelet görög dinnye. Megmondanátok Pocoyónak és Pátónak, hogy mi ez? Egy piac! Elli piaca! Milyen gyümölcsöt szeretnétek? Gyümölcs! Pocoyo egy narancsot szeretne, Pátó pedig banánt akar. Gyerünk! Susú! Susú! Ajjaj! Szegény gyümölcsök! Megcsináljuk! Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a zöld! Keressetek valami zöldet! Valami zöldet! Lássuk, mit találtatok! Jól van, hadd nézzem a képeiteket. Egy zöld ceruza, egy zöld lufi, egy zöld építőkocka. Jó, keressetek még zöld dolgokat. Egy zöld alma, pompás, egy zöld szék, nagyszerű. És ez, tudjátok mi ez? Egy marsfivér! Egy marsfivér! Nagyon jó! Ő is zöld! Éljen a zöld! Nézzétek csak! Kész van a piac! Eli azt kéri, hogy vegyétek fel a gyümölcsöket. Megmondanátok Pocoyónak, mi ez? Alma! Ez egy alma! 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 Ügyes vagy! Oda kerülnek az almák. Megmondanátok Pocoyónak, mi ez? Narancs! 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 Úgy bizony, ez egy narancs. Oda kerülnek a narancsok. És ez? Banán! 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 Igen! Van banánunk! Piac! Alma, narancs, banán! Csodaszép piac! Énekeljünk! To the market, see the fruit that I have. You can choose the one you like, your favorite one. Alma, narancs, banán, görögdinnye, ananász, citrom. Come to the market. See the fruit that I have. You can choose the one you like, your favorite one. Pocoyo! Menjünk kempingezni. Vajon hol lehet Pocoyo? Ott rögdös a zummantóban. Hau, Pocoyo! Hau! Hello! Vajon mit csinál most Pocoyo? Úgy látom, Pocoyo szeretne mutatni nekünk valamit. Mi az, Pocoyo? Hát ez meg mi? Tudja valaki, hogy mi ez? Sátor! Sátor! Igen, kint a szabadban, sátorban alszunk. Ezt hívják kempingezésnek. Kempingezni megyünk, Pocoyo. Jaj, de jó! Úgy szeretek kempingezni. Hű, ez csoda izgalmas, de senki más nem jön velünk. Tudom, ki ez. Pátó is jön velünk kempingezni. Nagyszerű! Van csomagot, Pátó? Szerinted erre tényleg szükségünk lesz? Hát ke félre, Pató. Ott biztos nem lesz fürdőkád, ahová megyünk. Ajaj, miért nem tudok hallgatni? Akkor most megkérdezhetem, hogy minden bent van, Pató? Jól van. Csű, most jutott eszembe. Már mindenfélével telepakoltuk a zommantót, de ennivalót még nem csomagoltunk. Ajjaj. Akkor most végre elindulhatunk. Hau, Eli! Te mit szeretnél magaddal hozni az útra, Eli? Csak ennyit? Csak a macidat? Hű, ez jó hír. Azt hiszem, készen vagyunk. Tedd be, Eli, a macidat, és indulás! Attól félek, túlságosan telepakoltuk a zummantót. A nagy súly miatt nem tud felszállni. Pocoyo, Pató, szerintetek mit csináljunk, hogy a zummantó újra repülni tudjon? Segítene valaki ezeknek a csalódott kempingezőknek? A zummantó ekkora súllyal nem tud felszállni. Mit csináljanak, hogy a zummantó mégis felszállhasson? Rakjatok ki valamit! Hagyjatok itthon valamit! Csű, micsoda remek ötlet! Pocoyo szerint jó lenne, ha itt hagynád a fürdőkádadat. Pocoyo, te meg a hűtődet hagyd itthon. Hé, figyeljetek csak! Sajnos mindenkinek itt kell hagyni a párholmit. Nézzétek, Eli az egyetlen holmiát is itthon hagyja. Ő tudja, hogy a kempingezés lényege az, hogy együtt legyünk. Most próbáld meg! Ajaj, Pocoyo, te nem tudnál itthon hagyni valamit? Na így már mindjárt más. Nézzétek, sikerült! Felszállt! Ez az! A zummantó, zoom! Hát, a zummantót végül sikerült elindítanunk, de úgy látszik, nélkülünk ment kempingezni. Tudod, Pocoyo, most, hogy a zummantó elröppent, nem tudsz messzire menni kempingezni a barátaiddal. De talán nem is kell, hiszen itt vannak a barátaid, és itt van az összes holmitok. Kemping! Ezt nézzétek! Néha legalább annyira jó maradni kempingezni, mint elmenni kempingezni. A lényeg, hogy ami a legfontosabb, az veled legyen. A barátaid. Éljen, Pocoyo! Pápá, nem sokára találkozunk. Pocoyo kis barátja. Ha-ho, Pocoyo! Ha-ho! Tű, mit találtál, Pocoyo? Nem tudod? Meg tudja mondani valaki Pocoyonak, hogy mi ez? Hernyó! Ő Valentina! Valentina. Itt gurul Eli. Júj, vigyázz! Szerencse, hogy ott volt ápokolyó. Szerintem valakinek vigyáznia kellene a kis barátodra. Úgy látom, Valentinát érdeklik azok a levelek. Hát a hernyók aztán szeretnek enni. Hű, Pátónak milyen szép sütie van! Ajjaj, de hová tűnt? Valentinának nagyon jó étvágya van. Mi a következő fogás, pokolyó? Asztal. Szerintem a hernyók nem esznek... Ó, hát elég éhes lehet, nem igaz? És a könyvekért is rajong. Pátó és Eli, bocsánat, de úgy látszik, pokolyó kisbarátja képtelen jól lakni. Látom, itt járt a kis barátod. Valentina. Tudod, pokolyó, a sok evés közben Valentina barátod megváltozott. Igen, bebábozódott. Báb? Igen, a báb olyasmi, mint egy hálózsák. Kényelmesen pihenhet benne. Látsz valamit, ami úgy néz ki, pokolyó? Igen, pokolyó, a barátod ott van benne. Köszönjük, Pátó doktor! Pokolyó, amikor a barátod majd előjön a bábból, hát... annyit mondhatok, meg fogsz lepődni, hogy mi lett belőle. Tyű! Na hát, mi volt ez? Azt hiszem, én már látom pokolyó barátját. Látja valaki, mivé változott pokolyó kis barátja? Pillangóvá! Egy gyönyörű lepkévé! Igen, a hernyó pillangóvá változott. Pokolyó, jócskán megváltozott a barátod, nem igaz? Tű, pillangó is elég éhes. Pocoyo, a barátod nagyon más, mint volt. De az étvágya nem változott. És az sem, hogy a barátod. Éljen, Pocoyo! Pápá, nem sokára találkozunk. Pocoyo! Meglepetés Pocoyónak. Bocsánat, nem láttátok Pocoyót? Bocsánat, látta valamelyikőtök Pocoyót? Értem. És megkérdezhetem, hogy miért suttogunk? Tű, Pocoyo! Díszítés. Feldíszítitek Pocoyót. Torta. Ó. Szerintem Pocoyo barátai készülnek valamire. Valamire, amiben lesz torta, és sapkák, és tánc, és lufik. Kitaláljátok, mire készülnek Pocoyo barátai? Bulira! Bulira? De hát ma nincs szülinapja. Akkor miért rendeztek neki bulit? Ja, értem, hogy lássam, mennyire fontos nektek. Ó, alig várom, hogy elmondjam neki. Mi? Mi baj van? Ja, nem akarjátok, hogy elmondjam Pocoyónak? Nem? Várjunk egy percet. Azt hiszem, már értem. Meglepetés lesz. Már jön is Pocoyo. Ne féljetek, folytassátok csak. Készítsetek elő mindent, mi pedig addig eltereljük Pocoyo figyelmét. Na hát, ha-hó, Pocoyo! Ha-ha! Talán keresel valamit? Igen? Barátokat! Ajaj, úgy értem... Tű, szóval a barátaidat keresed? Természetesen én sem láttam őket. Nem, egyiküket sem. Barátok? Hát, mivel nincsenek itt, mi addig esetleg... Pocoyo! Szerintem figyelmeztetnünk kellene a barátait, hogy Pocoyo keresi őket. Nézzétek csak, Pato és Szundi madár tortát süt. Tojásuk is van, tejük is van. Ó, hajaj, Pato, Szundi madár, közelek Pocoyo! Ho-ho-ho, nézzenek oda, nocsak, tojás és tej egy tálban. Vajon Pato mit akar ezzel? Valószínűleg semmit, nem, semmit. Barátok! Hát nincs itt senki, látod? Nincs értelme errefelé keresgélni. Figyelj csak ide, mi lenne, ha elmennénk sétálni egy jó nagyot és... Eli! Ajjaj. Hú, hát ezt megúsztuk. Minden rendben. Azt hiszem, elment. Jaj, Pato, vigyázz! Pocoyo, hát te meg miért jöttél vissza? Nem Elihez indultál? Eli! Hű, ezt is megúsztuk. Gyerünk, siessünk! Figyelmeztessük Elit, mielőtt Pocoyo odaér! Úgy látom, Eli és Lula a díszítést készíti elő a meglepetéshez. Eli, éppen idejében érkeztünk. Gyorsan, közelek, pokolyó! Nem, pokolyó, nincs errefelé semmiféle elefánt. Elment. Alig várom már, hogy meglephessük kis barátunkat, pokolyót. Barátok! Ajjaj, most mi lesz? Ne szomorkodj, pokolyó! Meg tudja mondani valaki pokolyónak, hogy hol vannak a barátai? Mögötted! Oh, nincs jobb, mint egy olyan meglepetésbuli, amit csak azért rendeznek a barátait, hogy megmutassák, mennyire szeretnek. Éljen, pokolyó! Éljen a meglepetés! És éljenek a barátok! Pápá! Nem sokára találkozunk. Gyerünk, pokolyó! Kempingezés. Mi folyik itt? Ez egy sátor, egy hálózsák és egy függőágy. Kemping! Ja, értem, kempingeztek. Nagyszerű. Elemlámpa! Jó ötlet! Hamarosan este lesz. Elinek is van elemlámpája. Pátó, hoztál elemlámpát? Mit gondoltok, ez elemlámpa? Nem! Ez egy virág! Ez egy virág! Ez elemlámpa? Nem! Ez egy gumikacsa! Az micsoda? Elemlámpa! Úgy bizony, elemlámpa. Ügyes vagy, Pátó. Ajjaj. Csendes pihenő szundi madárra. Függőágy. Függőágy! Egy sátor? Ajjaj. Sátor! Egy hálózsák. Hálózsák. Szia! Hálózsák! Hát, pokolyó csak játszott. Jó ét! Atyaig, ez nagyon ijesztő, Pátó. Pokolyó, megijesztettél. Ez aztán rémisztő. Ideje ágyba bújni. Ajaj, mi volt ez? Pokolyó, Pátó hallott valami rémisztő hangot. Már megint? Ne féljetek, szerintem nincs ott semmi. Számolósdi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Ideje ebédelni egy jót! Úgy látom, Pátó már tudja, mit rendel. 2 banánt. Nagyszerű. 2 banánt! Ajaj! Akkor mit szólnál inkább 2 ananászhoz? 2 ananász! 2 ananász! Jaj, szegény Pátó! Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? 2 szív! Úgy bizony, 2. Végre reggel van. Jaj! Megint hallom azt a hangot. Megmondanátok a barátainknak, honnan jön a hang? A fáról! A fáról jön. Hiszen ez csak szundi madár, aki csöppet sem rémisztő. Hát, ideje összecsomagolnunk. Hosszú éjszaka volt. Énekeljünk! I have a tent. She has a hammock. He has a flashlight. We go camping under the tree, under the stars, in a sleeping bag. We go camping. Pokolyó reggelije. Jó reggelt, Pokolyó! Reggeli! Hát persze, ideje reggelizni! Hurrá! Van tej, gabonapehely és narancslé. Mi az, Pokolyó? Nem kérsz tejet, vagy gabonapehelyet, vagy narancslevet? Miért nem? Nem. Nem. Ajjaj. A Marsfivérek műsora. Kanál. Kanál, 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 kanál. Kés. Kés, 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 ez egy kés. Villa. Á, ez Polip. Mit csinálsz, Polip? Reggelit? Nagyszerű. Reggeli? Szerintem Pocoyo szeretne veled reggelizni. Mi ez? Kínál? Fénycsé? Ahó, szundi madárka! Reggeli! Magok? És Valentina? Ajjaj! Reggeli! 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 Kövek reggelire. Ajjaj. Állatos összekötősdi. Ahó, Pocoyo! Á, értem, most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pocoyo, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pocoyo? Megmondanátok Pocoyónak, hogy mi ez? Ez egy macska! Egy macska! Úgy bizony, ez egy macska. Megmondanátok Elinek, mit szeretne Pocoyo reggelire? Mi ez? Tej! Tej. És? Narancslé! Narancslé, igen. És? Gabonapehely! Tej és narancslé és gabonapehely. Tű, de fincsi reggeli! Hurrá! Énekeljünk! Good morning, friend. Now get out of bed. Do your morning exercises and also get dressed. Now it's time for breakfast. You can have orange juice. Eat delicious cereal and also drink some milk. Naranji! Day! Gabonapehely! Morning, friend. Now get out of bed. Do your morning exercises and also get dressed. Now it's time for breakfast. You can have orange juice. Eat delicious cereal and also drink some milk. Magyar hangok. Galambos Péter. Kisüde Dorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Tóth Márk, Pál Dani. A szinkront a KED megbízásából a Masterfilm Digitál készítette.